Hurtado. Alex Perez. Tote López. Hát ezt szóban nem lehetett volna kiátszani. Egy precíz háromszögezés. Tote López. Velaszkóval rugat egy újabbat. Ez már a harmadik találata Velaszkónak. Három csere a madridiaknál visszajön Amaviszka. Viktor Sánchez. Amaviszka. Pavon is a pályán négyessel. Amaviszka kérné el. Plókai zár vissza. Nagyon jól. Amaviszka. Ezt most szabálytalannak látja. Amaviszkának ez sem tetszik. Pedig Tote López odapakolt egyet a debrecenének. Liviu Goyan. Nagy István. Majda. Nem sikerül megtalálni a társat. Ez teljesen céltalan. 12. perc, 5-0-ra vezet a Real Madrid. Az első meccsüket elszórakozták, illetve hát az alagerszegek remekül játszottak, és hát 1-1 volt. Szenzációs döntetlen. Vajda telébe püföli Contrerast. Viktor Sánchez pedig Amaviszkát találja telébe. Aztán egy takarítás debreceni részről. Viktor Sánchez. Igyál meg valamit a büfében, van pénzed. Diego Pavon. Viktor Sánchez. Morán Escudero. Amaviszka várt góra éhesen, de jól zártak most a debreceniek, marad. Az 5-0. Igen, hiába reklamár Pavon, valóban mesztépés volt. Marad a debrecenieknél a labda. Pavon volt szabálytalan. És Vajda próbál meg egy váratlan távoli lövéssel becsületgólt szerezni. Na nézzük. Igen, ez csak ijeszgetett. Átadás lett volna a dologból. Amaviszka elől, Goyan szerel. Szabó. Viktor Sánchez félfordulatból marad a debrecenieknél. Egy lehetőség talán a becsületgól megszerzésére. 14. perc, 5-0-ra vezet a Real Madrid. Vajda. Morán Escudero szerel, Viktor Sánchez. Amaviszka. A Goyan takarította el az útból. Gólveszője zónából Amaviszkát. Aki nagyon igyekszik és nagyon szeretne gólt lőni. Ez a sarkozás most nem jött össze. Debreceniek csak kihozzák valahogy. A Vajdáig nem jut el. Perez Hurtado, Pavon. Escudero. Pavon. Ketten adogatnak most Viktor Sánchez a sorokban. Viktor Sánchez. Ho-ho! Ez igen. Viktor Sánchez. A pókriogató. Ettől precízebben egy gyógyszerészen mérhette volna ki a gramokat. Parádés lövés. A 6-0. És Perez Hurtado megy le, és Julio César ötössel vissza. Sejem. Azonnal visszazár, most a Real Madrid nem szeretne gólt kapni. Nagyon bennük van az, hogy az első meccset nem sikerült megverni. Hát ez most büntető gyanús volt, nagyot esett ott. Sejem, Vajda jó cselekkel tartja meg. Holvecki.
közben Martin Delgado cserélte a kapust, tehát Contreras pihen. Martin Delgado a kapuban 13-as, a Lamaviska, remek labda. Boren Hurtado! Velascónak úgy látszik, ma a gólt kell lőnie, akkor is, ha nem is akar. Szenyor Lamaviska negyedik gólja. Ez most Velasco negyedik találata. Morán Escudero lőtt kapura, és hát átsorgott a debreceni kapus lába alatt. Meg lesz a nyolcadik. Morano Escudero, bravo! Szabó Laci parára és védése. Alex Perez, 7-0, 4 perc van hátra. Velasco, csak Toni a kapu előtt, megbecsülik a labdát most már a madridja, Alex Perez, Morán Escudero, az egyik legfiatalabb, nem csoda, hogy az egész meccset a pályán tölti, Escudero, Velasco, Toni a kipattanó, elég éles szögből megpróbálta, rövid felső sarokba csavarni, marad a 7-0, Na, meg lesz-e a Loki becsület gólja. Vajda lefordul Julio Cesarról, megforgatja rendesen. Csak hátra Aranyig. Külsővel Vajda. Nagyszerű csel, és a rövid alsó sarok a kapufa hárít Martin Delgado helyett. Morán Escudero, Morán Escudero, a kapufa is segít. 8-0, 2-50-nel a vége előtt. Fernando Morán Escudero, az a baj, hogy ez a 8-0. Hát nem baj, csak rossz, nem jó. Nagyon rákészült a másik meccsére. A második csoport meccsén rendesen oda teszi magát a Real Madrid. Vajdával szemben Julio Cesarról a szabálytalan. Na, talán egy távoli szabadrúgásból be lehet venni Martin Delgado kapuját. Na, nézzük Vajdát. Hey! A kapufa, az a fránya kapufa. Parádés lövés volt Vajdától. Martin Delgadónak szerencséje volt. Julio Cesar, Delgado, Toni. Tote López. Julio Cesar. 1 perc 50, Tote López, csak gurigáznak, Velasco, megint Tote López, Velasco, ez is összejön nekik, Toni, lassan számolni lehet, mint a cicázgatnak a madridiak. Nem lenne szerencsés, ha azt mondanám, hogy barcelonázik a Real Madrid. Na, nézzük Velascót! Pár centit tévedett, marad a 8-0, 1 perc 20 van hátra, Szabó. Eladják a debreceniek, Tote López kapott ajándékba a Zitzert, Velascóval szeretne. Julio Cesar szabálytalankodik Vajdával szemben, na talán most Plókai. Nem nagyon hiszem, hogy cifrázni kell, szerintem közel a sorfal, az egytagú sorfal, ha hátrébb is rendeli Tonit, a játékvezető. Na, nézzük Plókait! Velasco blokkolja. Toni López gyötörte Plókait. Újabb szabadrúgás. Ezúttal Vajda vállalja el. Nagy Zsolt. Martin Delgado fogja. Remek szabadrúgás Nagy Zsoltól. Meg lesz-e a 9. Tote López? Nem, Szabó Laci. Szabó Laci érezte, hogy ki kell futnia a Zsolt. Elnézést. Az előzetes névsor szerint 7-essel Vajda volt megadva. De Nagy Zsolt a 7-es. Na, még 6 másodperc. Na, Velasco megrúgja a 6-at? Nem.
a Debrecen tehát 8-0-ra kapott ki a Real Madridtól. Velasco 5-ször volt eredményes, tehát Debrecen Real Madrid 0-8. És őrület a pályán, ugye a srácok persze megrohanják a sztárokat. Hamarosan folytatjuk a Salgótarján a Real Madrid csoportrangadóval. A Realnak győznie kell a csoport elsőséghez, a Salgótarján pedig hát beírhatja a történelemkönyvbe, hogy játszik a Reállal egyelőre ennyit.